Köszöntöm Önöket a Nyitott Ajtók februári adásában. Egység a sokszínűségben címmel rendezték meg Szombathelyen is január 6-a és 13-a között az Allianz imahetet. Ezúttal a spanyol és portugál testvérek állították össze az imahét tematikáját. Erre az eseményre tekintünk vissza elsőként. Portugál és spanyol protestáns testvérek dolgozták ki idén az Allianz imahét tematikáját, mely ezúttal kimondottan az egységről szólt. Hogy mit jelent ez az egység a szeretetben, lélekben, hitben, a keresztségben, az egytestben, a misszióban, a látásban és Krisztusban. Az Allianz Szövetség az 1846-ban alakult Angliában. A leginkább az evangéliumi protestáns közösségek között, azzal a céllal, hogy egyrészt együtt imádkozzanak így a világért, az emberek megtérésért, az életük megváltozásáért, másrészt, hogy kifejezzék a világ számára a keresztényeknek az egységét, mert nagyon sokféle felekezet van, ez egy fontos dolog. Jézus Krisztus mondta a főpap imájában, hogy tulajdonképpen a keresztények egységén át fogja meglátni a világ, hogy ő az Isten fia, úgyhogy ez a fő célja. Ez egy nagyon érdekes kérdés a sokszínűségben, hogy akkor hogyan tudjuk megvalósítani az egységet, és hát így az igehirdetések tulajdonképpen ezt boncolgatják, és ezért imádkozunk, hogy ezt valami módon megmutathassuk. Az imahét egyik napján a Szent Gotthárdi református gyülekezet lelkésze Sisakné Pál Klára hirdette Isten igéjét. A lelkésznő harmadik alkalommal szolgált a baptista közösségben. Ezúttal a keresztség volt az imaóra középpontjában. Azt kellett megragadni az igehirdetésben, hogy mi a közös a keresztségben. Tehát egyrészt ugye a bűneink megvallása, a bűneink elhagyása, és a Krisztusban való új élet. És tulajdonképpen a keresztség által ebbe az új életbe, Krisztus életébe tagozódunk be. Tehát valljuk, hogy a keresztségnek nincs üdvösség hozó szerepe, tehát azáltal, hogy valaki megkeresztelkedik, még nem üdvözül, hiszen a Krisztusba vetett hit az, ami üdvözít, viszont a keresztség egy kegyelmi eszköz, amely segít bennünket ezen az úton. Ez a keresztség történhet gyermek és felnőtt korban is a protestáns gyülekezetekben. A baptista keresztelések bemerítéssel történnek. A hitvalló keresztségnek a lényege az az, hogy aki vállalja a keresztséget, vagy mi úgy mondjuk, hogy bemerítést, vagy alámerítést, az megvallja a hitét Krisztusban. Ez úgy szokott zajlani, hogy a keresztelendőt ugye teljesen víz alá merítjük, és aztán pedig kijön a vízből. Ez kifejezi azt, amikor teljesen víz alá merítjük, hogy ő tulajdonképpen szakít a bűnös életével, meghal az óember, és amikor pedig följön a vízből, akkor pedig, hogy új életet kapott Krisztustól. És hát azért is gyakoroljuk ezt felnőtt korban, vagy legalábbis olyan korban, amikor már valaki a hitét meg tudja vallani, mert tulajdonképpen az annak az embernek az életében történik meg, aki ő maga tudja vállalni a Krisztusnak a követését. Az Allianz alkalmakat az evangélikus közösségben Farkas Géza koordinálja évek óta. Idős kora ellenére igyekezett idén is minden ima órán részt venni. Számára a keresztség különleges. Tulajdonképpen kicsit tehetetlen gyermekként, őszintén szólva, ugye nem tudtam semmiről, még megmondom őszintén, a keresztszüleimet se ismertem, én olyan körülmények között nőttem fel. Inkább az azt jelenti, most visszatekintve a gyermekkeresztségemre, hogy Istennek az a megelőző kegyelme már ilyen tehetetlen kisgyermekként is lehajolt hozzám, és lehajol mindenkihez, aki hát ilyen kiskorban keresztelkedik meg. Most mit jelent? Hát hálát jelenti a szívemben, hogy Isten szeretete már akkor felragyogott az én életem fölött, amikor még én erről nem is tudtam. Tehát ez egy csodálatos, megelőző szeretete volt, és ebből a szeretetből élek ma is.
Január 3. hetében tartották országszerte az ökumenikus imahét alkalmait. Szombathelyen idén az evangélikus templom adott otthont a püspöki imaórának. Az ökumenikus imahét ifjúsági alkalmán megtelt fiatalokkal a premontrei gimnázium nagyterme, hogy közösen imádkozzanak a Krisztus hívők egységéért. Idén az indonéz keresztények állították össze az imahét tematikáját. Az alkalmon Menzinger Tamás, evangélikus gyülekezeti munkatárs Máté evangéliuma alapján hirdette Isten igéjét. Mai napra, a harmadik napra az evangéliumból Jézus nemzetség táblázatát választották, ami egy kicsit szokatlan is talán, mert nem nagyon szokott ez Isten tiszteteken szerepelni ez az evangélium. Nevek hosszú sorát olvastuk föl, Jézus őseit hallhattuk. Ennek a lényege az volt, hogy igazából a hagyományos zsidó nemzetség táblák, hiszen a zsidó nép, az Ószövetség népe nagyon fontosnak tartja az ősöknek a meghatározását, hogy honnét származnak, honnét jönnek ők, ezért nem is ritka a nemzetség tábla az ő életükben, viszont Jézus nemzetség táblája, ami a Máté evangéliumában szerepel, nem egy szokványos nemzetség tábla, hiszen azért a zsidók a férfi ágon határozzák meg önmagukat, és férfiakat sorolnak föl elsősorban, hiszen a nők abban a korban másodrendűek voltak. És Jézus nemzetség táblájában mégis 5 nő is szerepel, és ezért lesz különleges. És hogyha meg is nézzük ezeknek a nőknek az élettörténetét, akkor azt láthatjuk, hogy ők pogányok voltak, bűnös asszonyok voltak, olyan emberek voltak, akik valamilyen fájdalmat, valamilyen szörnyűséget vagy bűnt hordoztak a lelkükben, és ezért is érdekes, és ez is a mondani valója talán ezen a héten, hogy Jézus Krisztusban egyek lehetünk, és teljesen mindegy, hogy milyen háttérből jövünk, honnan jövünk, hogy mit hordozunk a szívünkben, a lelkünkben, az a lényeg, hogy Jézushoz megérkezzünk, és ez adhatja meg az egységet közöttünk. Az ige hirdetést követően Tamás miséhez hasonlóan 5 állomáson vehettek részt a fiatalok s idősek egyaránt. Volt, ahol imádságot írhattak, áldást kaphattak, gyertyát gyújthattak a szeretteikért, imádkozhattak az indonéz testvérekért, vagy épp közösen imádkozhattak a lelkészekkel. A püspöki imaórát az evangélikus templomban tartották. Szemerei János, a nyugati dunántúli egyházkerület püspöke köszöntötte házigazdaként az egybegyűlteket. Azért küldötte, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, hangzott a nap igéje Lukács evangéliuma alapján. A középpontban ezen az estén a szegénység, a szegények segítése állt. Székely János megyés püspök Ámosz próféta szavai alapján hirdette Isten igéjét. Az idei ökumenikus ima hétnek a fő üzenete az az igazságosság, a földön levő igazságtalanságok megszüntetése, ami Jézusnak is az egyik legfőbb üzenete volt, ahogy ő mondta, az Úr lelke rajtam fölkent engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. A földünk jelenleg rendkívül igazságtalan. A kereszténység mindig is azt tanította, hogy a magántulajdon jó, de nem egy mindenek fölötti érték, hanem a föld javai arra szolgálnak, hogy minden ember emberhez méltó módon megélhessen. Egy ilyesfajta testvéri, igazságosabb világot szeretnénk megvalósítani, és úgy gondoljuk, hogy ebben a keresztény hit, a Jézus által hozott örömhír lehet az a legfőbb első erő, ami elvezeti az emberiséget egy szebb, egy élhetőbb világ megteremtésére. Az ökumené nem csak a hit egységéről szól, hanem meghalljuk a távoli keresztény testvéreink hangját Afrikából, Ázsiából. Ökumené ezt is jelenti, az egész lakott föld. Meghalljuk a szegények kiáltását, és nagyon fontos lenne, hogy érzékeny szívvel vegyük ezt észre, illetőleg próbáljuk megtenni azt, ami rajtunk áll. Káin mondta, a Biblia első lapjain olvassuk az Úristennek, hogy vajon őrzője vagyok-e én a testvéremnek. Mennyire fontos lenne, ha nem így gondolkodnánk, hanem tudnánk azt, hogy keresztény testvéreink és egyáltalán felebarátaink Afrikában, Ázsiában kiáltanak az életért, kiáltanak a túlélésért, vágynak arra, hogy mi, akiknek több jutott, szerencsésebb helyre születtünk a világban, tegyünk értük. Steinbach József, református püspök Lukács evangéliuma alapján tartotta prédikációját.
A szegénység egy bonyolult témakör, és hát teológiailag próbáltam körüljárni, hogy a szegénység valóban egy nagy nyomorúság, de nekünk mindig arra kell nézni, hogy mi az, amink van. Nincs az a szegény, aki ne adhatna még valamit, miközben meggazdagszik. Ugyanakkor a gazdagok pedig soha ne felejtsék el, hogy az, amit kaptak, ezt az Istentől kapták, az az Istené, csak egy időre kapták. Nem az övék, az Isten náluk tette le, hogy annak jó részét továbbadják. A gazdagság az egy hatalmas felelősség. A szegénység valóban egy nyomorúság, csak hát relatív a kérdés, hogy ki a gazdag és ki a szegény. Vannak azonban koldus szegények. A Krisztus követő embereknek, a szegényekre, a nélkülözőkre mindig oda kellett figyelni, és tesszük is ezt a mai napig. Ugyanakkor hiszük azt, hogy ezek a társadalmi problémák csak akkor oldódhatnak meg, hogyha Jézus Krisztusban újjászületünk, és az emberi önzésen, érdekeken, amelyek mindent bedarálnak, az Isten szeretete túlnő. Ez a lényeg, ezt akartam, mint örömhírt hirdetni ezen az estén. Fontosak a gyülekezetek számára ezek a találkozások, mondta Szemerei János püspök. A rendszeres éves találkozások a hosszú távon azt is hozzák, hogy közelebb kerülünk egymáshoz, jobban értjük egymás gondolatait. Hát emlékezünk arra, amit tavaly hallottunk, meg tavaly előtt. Így aztán itt a közös beszélgetéseknél is, ami itt részben a háttérben is zajlik, azt tapasztaljuk meg, hogy föl tudjuk venni a fonalat, és tudjuk a beszélgetést folytatni, megismerjük egymás gondolkodását, megismerjük egymás értékeit, kincseit. Ez nagyon sokat jelent számunkra, mert valóban közelebb kerülünk egymáshoz úgy is, hogy többet tudunk egymásról, jobban értjük egymást. Így az imádság az valójában abban segít bennünket, hogy úgy hangolódjunk rá egymás hullámhosszára, hogy gyakorlatilag a mindennapjaink részévé lesz a testvériség. Az ökumenikus ima hét végén tezei imaórával várta vissza a közösségeket az evangélikus gyülekezet, melyen zsoltárok és olvasmányok mellett közös imádság és sokének tette különlegessé, meditatívvá az alkalmat. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan rendezte meg idén is a Reményik Iskola a Gazdag Erzsi Verse és Mesemondó versenyét, amelyre ezúttal is szép számmal jelentkeztek gyermekek. A versennyel párhuzamosan egy fotókiállítás is nyílt az intézményben. A Gazdag Erzsi Vers és Mesemondó verseny egy kiállítás megnyitóval kezdődött. Az iskola folyosóin Babos Dávid és Németh Bálint természetfotósok munkáiból láthatnak ízelítőt az intézménybe látogatók. A hazai nagyvadak, az emlősök világa inkább az, amely mindkettőnket rabul ejtett. Egyébként mi úgy ismertük meg egymást, hogy gyakorlatilag egy közös fotós területünk is volt egy időben, amit mind a ketten előszeretettel preferáltunk. Ez egyébként itt a Vát és Szeleste határában lévő erdőség, illetve régi nagy lőteret öleli fel főként. Gyakorlatilag mindkettőnknek egy kicsit több, mint hobbi, inkább egyfajta életérzés a természetfotózás. Tehát nálunk nem kell azon sokat gondolkozni, hogy egy reggel felkelünk, kimegyünk-e fotózni, amikor olyan idő van, vagy éppen van rá lehetőségünk. Ez magától jön, és egyfajta egyértelműséget tükröz. Úgyhogy megragadjuk általában az alkalmat, amikor csak lehet, és megyünk, és fotózunk. Itt, hogyha csak így gyorsan a falra nézek, akkor talán ami legérdekesebb az... Számomra általam készített fotók közül ez az őz, ami teljes mértékben a naplemente fényeiben készül. Gyakorlatilag látszik, hogy egy fekvő perspektívából sikerült őt megörökíteni. Tehát a vizes vetésen fetrengtem előtt elég hosszasan, ugyanis egy katonai kúszás, 30-40 méteres mozdulatsora volt az, ami megelőzte a kép elkészülését, de például itt Dávidnak látható egy gímszarvas bikája, amelyeket ugye a legkönnyebb a szeptemberi szarvasbőgés idejében
szépen fotózni. Ilyenkor a bikák egy kicsit úgymond a szerelem ködébe borulnak, könnyebb megközelíteni őket, de hát ki kell emelni a gyönyörű szép aranyórai fényeket a szálas erdőben, így sikerült neki cserkelve fotóznia ezt a bikát. Mindig azt hangsúlyozom, hogy a természetfotósnak roppant alázatosnak kell lennie a természettel szemben. Ne felejtjük el, hogy mi oda azért járunk ki, mert jól érezzük magunkat, mert nekünk ott célunk van, ugyanakkor a lábnyomunkon kívül nem hagyhatunk ott mást, amikor cserkelünk az erdőben. És hát a vad tisztelete és annak legkevésbé való megzavarása talán az, ami még a legfontosabb mindkettőnk számára. Az ünnepi köszöntők után megkezdődött az idei verseny. A Gerzs Rosmarink. Ödeganyám világja volt. Semmit nem mondok ilyet. Én nem szerettem. Hallgatott, míg a többi beszélt. Egy éjjel, mikor szenvedett a szegfű stúlybán, egy tündér ujjat kopogott nagyanyám ablakán. Ezúttal is az óvodás kategóriában jelentkeztek legtöbben. A versenyzők egy gazdag ázsi művel és egy szabadon választott verssel vagy mesével készültek. 23. alkalommal szervezzük idén, és hát a kezdetettől fogva részese vagyok ennek a versenynek, a versenyszervezésének. Idén a tapasztalataink azok, az volt, hogy az óvodás kategóriában jelentkeztek a legtöbben, de ahogyan hallottuk, mindenki nagyon becsületesen szépen felkészült, és valami tüneményes előadás módokat hallhattunk. Kicsit a harmadik, negyedik osztályosok voltak kevesebben. Gondolom én azt, hogy előző hétvégén volt a felvételi, ugye a 8-osztályos gimnáziumban azért két dologra fölkészülni nehéz nekik, de úgy hallottam, hogy ők is nagyon szépen helytáltak. Ahogyan számolgattuk, 18 különböző óvodából és 16 különböző iskolából jöttek idén a gyerekek. Ami érdekes lehet talán az, hogy a bobaiak és a felvidékiek, ugye felvidéki testvériskolánkból érkeztek. Évek óta sikerül mindig a régi és jól bevált és szakmailag elismert zsűrit ide csábítanunk. Idén a Vörös Sándor Színházból Matusek Attila jött el közénk, és az Őrség mesemondója Eszti néni, ő érkezett hozzánk. Én úgy gondolom, hogy ahogyan a gyerekek, ugye a zsűri is nagyon jól érezte magát. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Így volt, hogy mindkét művet meghallgatták a helyezések eldöntéséhez. A zsűri idei elnöke Marek Néstubán Beáta, a Győri Péterfi Sándor Evangélikus Iskola igazgató helyettese volt, aki egyúttal az óvodás kategória értékelését is vállalta. Azt gondolom, hogy az óvisoknál erős volt a mezőny, amit nagyon figyeltünk, az elsősorban a versválasztás, hogy a gyermek személyiségéhez, életkorához megfelelő legyen a vers, illetve a mese is, amit választanak neki, mert nagyon fontos, hogy egy mesénél is, egy kisgyereknél nem biztos, hogy a hosszú mese, ami célra törő, hanem egy rövidebb, frappánsabb mese, amit élvez a gyermek, tehát nem csak elmond, hanem előad, az sokkal sikeresebb számára. Figyeltük a szép beszédet, azon kívül, hogy szöveget mond, azt hogyan mondja, szépen mondja, artikulál, játszik-e a hangjával, a tempóval, úgyhogy ezeket a szempontokat vettük figyelembe. A versek közül elsősorban Gazdag Erzsi verseiből válogattak a gyerekek, a mesék kicsit változatosabbak voltak. Azt gondolom, hogy több volt a hosszabb mese, ami az életkorukból fakadóan azért nagyobb nehézséget rótt a gyerekeknek, vagy állította a gyerekeket nagyobb nehézség elé. De voltak olyan gyerekek is, akik tényleg rövid, frappáns mesével, és előadták, szépen előadták a meséjüket. A kategóriák helyezettjei az intézmény weboldalán olvashatók. Bach és Vivaldi muzsikáit hozta el Szombathelyre Rákász Gergely koncertorgonista még decemberben. A koncertből láthatnak ízelítőt. Thank you.
Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből az első fejezet 7. versét olvasom. Ezt írja az apostol az apostoltársnak. Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettek Magyarországon, az egyházakban és civil szervezetekben egyaránt a házasság hetére. Sokat hallhattunk televízióban, rádióban, szószékekről, imakörökből, olyan programokról, ahol a házasság szövetsége, mint Isten ajándéka került a középpontba. Jó példaképeket hallgatni, házastársakat hallgatni arról, hogy miképpen élik meg a mindennapjaikban a házasságukat, a családi életüket. Mert hogy a mai világban általában azt halljuk, hogy a házasság krízisben van, hogy férfi és nő kapcsolatában oly sok zavar támad, nem elég kitartóak, nem elég hűségesek az emberek, és sorolhatnám tovább mindazt, amit ezzel kapcsolatban egyrészt példaként látunk, sokszor filmekből, tévéműsorokból, másrészt amit hallunk, vagy amit tapasztalunk a mindennapjainkban. A házasság a keresztény egyház tanítása szerint, vagy vallomása szerint Isten ajándéka. Isten szerezte, ezért szent. Mert minden, ami Istentől van, az szent. Vagyis olyan dolog, amely Isten azért adott, hogy boldogulhassunk. Boldogulhassunk és egymást boldogíthassuk. Ehhez viszont elsősorban, és minden egyházi esküvő, áldás valójában ezt a célt szolgálja, arra van szükségünk, hogy Isten közelségében és Krisztus közelségében maradjunk. Ez a felolvasott levél szakasz, ez valójában nem a házasságról szól. Nagyon ritkán, vagy talán egyáltalán nem szoktuk esketési Isten tiszteleten igehirdetés alapjául választani. Mégis úgy gondolom, hogy nagyon fontos, főleg ez a 7. vers, amire szükségünk van a házassági szövetségben is. Itt az egyik apostol ír a másik apostolnak egyfajta bátorítást, egyfajta lelkesítést mond az idős apostol, a fiatal apostolnak, Timóteusnak. És amikor arról beszél, hogy nem a csüggedésnek a lelkét kaptuk, hanem a szeretetnek, az erőnek a lelkét, a kitartásnak a lelkét, akkor ez az apostoli szolgálatra vonatkozott, de vonatkoztathatjuk minden keresztény embernek a hivatására. Márpedig a keresztény etika szerint a házasság az egy hivatás. A reformáció fedezte fel ezt újra, amikor Luther a nagy hivatás etikáját megfogalmazta, és azt mondta, hogy mindenki férfi és nő, ahova hivatott, adott esetben a családba, családfőként, anyaként, édesanyaként, szülőként, Istentől vett hivatásból végzi a szolgálatát. Vagyis nem valami mellékes dolog az életünkben, nem is valami privát és csak intim szféra a házasság, hanem egy olyan közösség, amelyben férfi és nő egymást kiegészíti, egymást boldogíthatja, és ami még fontosabb, hogy ennek a szövetségnek a gyümölcseként létrejön a család, a ház, ahogy a magyar nyelv mondja, házasság, egy házhoz köthető közösség, ami pedig biztosítja azt, hogy az új élet, a gyermek, a fiatal felnőtt, még ki nem repül ebből a családi fészekből, érett személyiséggé váljon. A házasság szent, Isten ajándéka. A házasság hetén erre hívtuk fel a figyelmet, az evangélikus gyülekezetben is, és nagyon szép példa volt, amikor házaspárok, fiatalok és idősebbek egyaránt azon a bizonyos vasárnapon, a házasság hete végén, az új hét első napján áldást kértek házassági szövetségükre. És hangzott az apostoli intés, az apostoli bíztatás, mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen.